Sziasztok, kedves barátaim! Megérkeztünk Szombathelyre. Voltunk Krisna-völgyben. Két hétig voltak jó fesztiválok, és itt vagyunk most belvárosban, mindjárt fogtok látni a főtér, ahova megyünk. Itt a főtéren volt régi központunk, és ez egy régi központ jó szépen szolgált bennünket, meg teljesen, ez a bejárat, mint látjátok itt most, nagyon jó szolgált minket, nagyon sok kedves vendég jött hozzánk, de ugyanakkor nagyon korlátozott kapacitású volt, mert csak egy-két funkciót lehetett járni, jogázni, meg előadások, egy kis éneklés, zenélés, ezek voltak bent. És ez a közösség, Szombathelyi közösség kinőtte, ami nagyon-nagyon jó hír számunkra is, nem csak nektek szól. Ezért elköltöztünk, és ugyanúgy itt vagyunk belvárosban, kibéreltünk egy új helységet. Itt látjátok, most a főtérről lekanyarodtunk, megyünk pár száz métert, itt nagyon szép templom van balra, látjátok? Jól néz ki. És rögtön itt vagyunk egy helységben, ami sokkal több funkcióval tud ellátni minket. Be is kanyarodunk, ide beállunk. Körbe? Meg is mesélj, én fogok kérdezni. Jó. Bemutatjuk. Hát. Meg a Krisna-völgyi bakták is fognak nézni. Ó. Sokan fognak nézni. Mivel kezdjük? Hát nem tudom, hol kezdjük. Kezdjük az elején, vagy a... Nézzük meg az elején. Ha kezdjük el szerintem az utcánál, a bejáratnál. Bár hogyha csináltál képet, akkor az autóból valamennyit lehetett látni, de az kevés volt. Gondolom, nem így fog kinézni. Nem lesz csapolt sör meg pizza. Aha. Ezt majd le kell cserélnünk, mert ugye korábban itt egy pizzéria volt, ez az Adriano pizzéria. Aha. De hát ami a jó ebből az egészből, hogy a táblákat azt lehet használni. Ezt majd tudjuk használni az egészet. Meg hát nagyon szép helyen van, hogyha arra is elnézel. Itt van a központ. Igen. Teljesen. Itt van az egyetemnek egy épülete, tőlünk nem messze. Egyetem. Akkor jó, mert nagyon sok. Ja. Most azért itt vagyunk, hogy fő programunk ez a fiataloknak. Aha. Mert már nagyon sok gondoskodást nyilvánítottunk mindenki számára. De a fiataloknak, akiknek az életük elején vannak, azoknak még nem volt olyan. Most akkor nekik is fogunk akkor csinálni. És a programot fontosak. Itt a új központ? Igen. És a Govinda? Az lesz a neve? Govinda lesz, igen. Govinda Szombathely. Akkor menjünk beljebb. Ugye az első, ami nagyon jó dolog, amit már láttál, hogy autóval nagyon messzire hátra lehet menni az udvarba. És ez egy saját udvar, itt a belváros közepén, ez egy ritkaság. Hát, ingyen parkoló. Mert mindenhol fizetni kell, de akkor itt ingyen parkoló van. Van vitrinek, ez is itt volt már. Az fontos, hogy itt még nem nagyon csináltunk semmit. Úgy, ahogy van. Igen, úgy, ahogy van. Ezért jó, hogy most nézzük meg, intrigáljunk be mindenkit, nézzünket magunkat is, és utána majd nézzük, mi lesz a végén. Akkor lépjünk be. Kezdjük el innen az elejétől, utcafrontból. Igen, hogy, nagyon jó. Hát igen, ez egy kész. Hát ugye pizzéria volt, kávézó volt. És gyakorlatilag itt hagyták. Butorok itt vannak, asztalok, székek, minden. Fotel. Most egy kicsit rumli van, mert ugye a régi központból ide kellett hozni mindent. Igen. És amíg nem alakul ki fent az új központ, addig itt van. Igen, de jó. De gyakorlatilag ez így. Pult. Igen, pultunk is van. Ez nagyon szép, az, hogy tud ablak mellett lehet ülni. Igen, meg világos. Ez egy ilyen nyugati, délnyugati. Aha. Ablaksor. És rögtön ilyen kis dizájn, fiatalos hangulatú fal. Hát majd át szeretnénk festeni, hogy más világos színek legyenek, vagy kicsit ne ilyen sötét. De jó hangulat így ennek. Aha.
Jó. Itt vannak ilyen tárolóhelységek, van pincénk. Pincétek, látom, sok szék van, asztal, szerintem igazából komplekt. Nem kell itt átépíteni dolgokat annyira. Jó. És akkor megyünk. Erre megyünk. Konyhába? Tovább, igen. Megyek előre. Akkor itt van a konyha. Aha. Menjél, bújjál be. Uh-huh. És itt vannak helységek, ugye itt a dolgozóknak a mosdó. Akkor itt külön ki van alakítva már ilyen zöldség előkészítő volt itt. Megkérjünk, hogy ide sötét. Kicsit sötét. Kicsiket, de nagyon praktikus. Jó, és akkor igen, ilyen tolóajtó van, harmonika ajtó, nem foglalja a helyet. Itt van a mosogató, mindenféle. Meg hát itt van a konyha. Ez mi ez a négy? Hát ez pizzakemence. Négy nagy. Ezt is itt hagyták. Pizzakemencét is hagyták? Aha. Hát itt nagyon tudjuk. Van davasztógép is, azt is itt hagyták. Aha. Ezt a sok hűtőt itt hagyták. Aha, igen, van mélyláda. Még van fagyasztószekrény, vannak csak külön hűtők. Ugye ebbe voltak az ilyen hűtőpult, a pizza alkatrészek. Aha. És akkor mindig frissen maradt. Uh-huh. Csak akkor így néz, így néz ki a konyha. Aha. Jó fémpult van, rozsdamentes. Hát teljesen is vannak. Jó tág. Igen, itt meg itt tágas. Nagy ablak van. Nagy ablak is van. Lehet csinálni látványkonyhát. Az tényleg. Igen. És akkor végre ki lehet. Igen. Sétálni az udvarra is. És ugye, tudja, az udvar meg ugye elég nagy. Itt tervezünk majd teraszhelységet itt az épület végében. Most arra mutassa, hova ő. Aha. Közel legyen a konyhához. Terasz után még mindig marad annyi hely, hogy lehet parkolókat csinálni. Meg ott van, látom, van összkomfortos lakás. Ó, igen, az egy nagyon-nagyon ilyen kis csillagszálló. Természetes. Annyi csillag van, meg se tudom számolni, hogy hány csillagos. Jó. Igen, természetes. Hát ez itt marad, asram. De majd... Igen, igen. Jó, hát ezek az örökség, ami hát kaptátok. Igen, ezzel majd valamit kezdünk. Aha. Befedjük, itt is valami kis kerthelységszerűség lesz. Nagyon jó. Majd hozunk növényeket, virágokat. Az jó, hát gondolom, kertészet csak hozza valami. Hát kerthelység lesz. Kerthelység, igen. Jó, menjünk föl, igen? Menjünk be. Ez a jóga stúdió, én már ezt tudom. Igen, ez, ami már kész van. Igazából jó. Lesz a központ. Ugye az alsó részen van itt a konyha, étterem, és akkor itt lehet felmenni az emeletre. Uh-huh. Kis van lépcső. Igen. Igen, akkor így feljövünk az emeletre. A lépcsőn. Ez valamikor lakás volt ezelőtt 5 évvel. Itt laktak, igen. Uh-huh. Akkor ezek szerint ez volt a konyha? Itt volt egy konyha rész, amit majd ki akarunk használni. Hogy akkor itt az előtérbe, akkor is csinálunk ilyen kényelmes leülőt, ilyen kis társalgót, hogyha fiatalok jönnek, leülnek, akkor is csinálunk turmixot, meg ezt, azt, amaz, főzőtanfolyamokat lehet itt csinálni. Igen, az jó, mert van tágos hely. Igen, jó tágos. Jó, és akkor most megérkeztünk itt a... Igen, ez a helység meg már... Jóga stúdióba. Kész van, ezt a padlót már mi raktuk le. Aha. És ugye már vannak jógaoktatók, akik mindig bérelték nálunk a helyet, és nagyon szerettek hozzánk járni. Jógások is közben leültek, beszélgettünk, eszegettek. Nagyon jó. És itt folytatódik majd a jóga, ugye neki lehet látni. Az mi az a sárga épület? Itt hátul, itt a Premontrei gimnáziumban ez a sárga. Milyentre? Premontrei. Rendnek a gimnáziuma, ilyen egyházi gimnázium. És igen, ez a fehér is, meg a sárga is. Uh-huh. Az jó. Meg jó nagy tér van erre hátrafelé. Igen, igen, ez jó. Az épületek este visszaverik a napot, és ez a helység, ez világos. Este is világos. Szóval nem csak Balaton világos, hanem a Szombathely is világos. Menjünk akkor tovább. Jó, te menjek előre? Házigazda vagy, jó? És akkor mutassál, hogy itt vannak a kedves matadzsik, akik... Igen. Takarítanak, dizájnt csinálnak. Igen, már dekorációt terveznek.
Kimihez ért, kiveszi a részét. Mert most minden, én úgy látom, hogy mindenki saját erővel nagy részt csináltuk. Igen, most mindenki. Hát most arra van szükség, hogy itt összefogjunk és hórunk, akkor gyorsan mindent megcsináljunk. Ki van festve már, és akkor ezek itt lesznek. Igen, itt volt egy ilyen beépített szekrény, ami teljesen be van építve, elmozdíthatatlan. És akkor ezt lefestjük fehérre, mert itt lesz, ez lesz majd a templomszoba. Aha. És itt lesz majd az oltár, és ami az érdekes, hogy az előző központban, amilyen távolság volt a falban, az oltár, biztos emlékszel rá, hogy úgy be volt rakva a falba, ez ugyanannyi, talán 2 centivel szélesebb. Az már nem probléma. Úgyhogy ugyanígy be tudjuk rakni, majd egy szekrény kerül alá, felcsiszoljuk a parkettát, és akkor ez is egy ilyen szép helység lesz. Kifesteni már kifestettek a tulajdonosok nekünk. Szép. Nagyon. És akkor így van. És akkor ez? És itt meg egy másik helység, ahogy kérdezted, ez egy kisebb helység, amit meg stúdiószobának rendezünk be. Ugye most nagyon sokszor volt online jelentkezések, meg ilyen, hozzászoktak a követőink, a Mantra műhely követők, meg a közösségünk követői, és akkor ezt akarjuk így folytatni. Igen, most ebben a világban már stúdió nélkül nem lehet egy központ. Így van. Mint egy minden boltban, webshop. Kell megcsinálni a feltételeket, hogy... Nekünk is kell, hogy egy központ legyen online és lehetőség. Ez jó, nagyon jó. Jó, akkor lehet, hogy mi össze is rakjuk veled együtt a stúdiót. Az jó, jó. És aztán... akkor a barátaink, akik követnek a videónkat, meg is nézhetnek. Nagyszerű. A stúdió összerakás csak most egy kis egyszerűbb lesz, mert most is visszhangzik még. Hát még van, idővel majd kell. Igen. Kell. Most legalább mondjuk első, mert ma már lesz előadás 7-kor, és addig össze kell rakni gyorsan a stúdiót. Úgyhogy élesbe próbáljuk. Igen. És akkor itt vagyunk, Szombathelyi Központban, nagyon szép, és a Mantra Műhely és Hare Krishna Szombathely oldal követők ide tudnak járni. Majd a videó leírás alatt fogtok látni címet, pontos címet. És ahogy látjátok, még teljesen mondhatjuk ilyen nyers kialakulóban van az egész központ, ezért lehet tovább követni a Mantra Műhelyen és a Hare Krishna Központ Szombathely YouTube, Facebookon. Ott folyamatosan fognak kirakni a barátaink, hogy hogyan fejlődik, hogyan alakul a helység. És amikor nyitás van, akkor ott is fogtok hallani híreket, olvasni és látni. Addig lájkoljatok a videót, nyugodtan meg lehet osztani, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és a csengő gombot megnyomni. Köszönjük szépen, Hare Krishna! Hare Krishna!